be, közben meg húzod őt, amikor fordulsz be, és fölhúzod ide. Látod? Ide a derekhoz. Ezt lehetett látni az olimpián, uraim. Olimpiai bajnokaink előszeretettel vesznek részt az utánpótlás képzésében is. Nincs ez máshogy Növényi Norbert esetében sem, aki ezen az akadémián adja tovább összegyűjtött tapasztalatait. A 80-as olimpiai győzelmére úgy emlékszik, mintha tegnap lett volna. Egy álom való válása volt. Hát gyerekkorom óta mindig abban álmodtam, hogy olimpiai bajnok legyen. Sőt, ugye föl is írtam 12-13-es koromban, hogy én olimpiai bajnok legyek, és a béletemben mindig benne volt, akár mentem, mindig, ahogy fölmutottam, láttam magam előtt, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. És akkor egyszer csak egy álom, ez valóra vált, kézzel foghatóvá vált. Hát szavakban ezt nem lehet elvinni. Akkor úgy gondoltam, hogyha föllépek, meghallgatom a himnuszt, egy népnek az imáját. Ez egy az én imámat is Istennek és a hatodásnak. Nem így volt, hanem még sok minden más szép ért az életben. A fiatalok képzésében több szakember is segíti. Németh Nyiva Sándor 40 éve barátja. A Sanyi az nagyon sok rét, egyébként 40 éves barátom, még annak idején együtt készültünk, még a junior világban is a 76-ban, hát az sem most volt, mert egy idősek vagyunk. Egy évásomat, és ő nagyon, ő költő is, hát rengeteg versen van, és ezek a verseket zenébe is, általában sportos versek vannak, és van vagy 80 vagy 90 száma már, és mind a sportról szól. Tehát nagyon sokrétű és igazi művész és sportember egyébként. Nem kell sokat várnunk a versre. Sportok fellegvára. Belőled nőtt ki minden, ami szent ma. Tehát küzdősport, ami fontos, tőled kaptam meg. Amíg a földön élek, örök hála neked. Tiszta küzdelemben a győztest legyőztem. A világ legszebb szavaival. Köszönöm most meg. Növényi Norbert a birkózás után kickboxozott, majd a ketrecharcban söpörte be az elismeréseket. Olimpiai bajnoknak lenni, az egy kitüntetés. Az egy felsőbbrendű valami. Na, én azt mondom, hogy én igaziból a moszkvai olimpiától kezdve együtt versenyeztünk, tehát onnét a barátság, a kapcsolat minden. De az MMA-ban, amikor a világbajnoki címmérkődést együtt csináltuk, tehát ő verekedett, én voltam az edzője, de hát ezt úgy kell tekinteni, hogy mi barátok voltunk, és őnek igaziból a baráti szóra az kellett, hogy a szemembe tudjon nézni, hogy amikor ott volt a szünet, és akkor egymás szemébe néztünk, éreztem, hogy egy olyan tekintet néz rám, aki nem ismer. Alázatot igen. De az, hogy őt legyőzzék, ilyen nincs. Norbert szerint a küzdősportok alapja a birkózás. A birkózás az a legapvetőbb, az emberrel együttős. Az ősember már egymással való küzdelemben, az állatokkal való küzdelemben, a lépjel való küzdelemben használták a különböző fogásokat. És ma a küzdősportok rájöttek, akár az ökölvívásnál, akár más egyéb karaténél, vagy olyan küzdősporton, ahol földhat küzdelem van, hogy a birkózásnál erősebb, jobban fejlesztő dolog nincsen, se pszichésen, se mentálisan. Az olimpiai felkészülés javában tart. A pozitív várakozások szerint Londonból akár 3 érmet, köztük aranyat is elhozhatnak a magyar birkózók.